Üdv mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk és vendégünk is van, hiszen ma elektromos autók lesznek, az egyiket András hozta, úgyhogy itt van velünk és az egész műsort végig fogja velünk tölteni, és egyébként ráugrott már rögtön a Rolandtól kapott szemüvegemre. Pixel design. De nekem olyan, mint az iNIC 6. Igen, de jó. Pixel design, tök jó. Csak nem látok benne semmit. De én is ezért nem hordom. Úgyhogy már is a reklámok után jövünk és kezdjük is a villanyautókat. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Nos, most, hogy visszatértünk, Andráshoz fordulok először. Először is köszönjük szépen, hogy hoztad. Most éppen ezzel jársz. Nincs mit, nem tudom minek kértétek. Én voltam az érteni János szerzőt. Volt, és egyébként meg nem baj, ha itt vagy. Növeli a nézettséget, a kommentet. Biztos, hogy biztosan a lájkot, a diszlájkot is függőfüggő. Kedvencem az, hogy azt neki már többször meséltem, hogy mi rendszeresen megkapjuk, hogy a Hondrast utáljuk, meg ő is utál minket. Hát látjátok. Tökre mutáljuk egymást. Igen, tehát hogy attól még, hogy ő egy elektromos autós buzi, mi meg a sportautós buzi vagyunk. Várjál, azért most hallom, hogy itt ez a jó ember, a Csabi már egy i4-es BMW-t használ, ugye? Igen. Várjál, kérdezi már az i3-as. Nálam is van i3-as. Csak mondom, hogy mikor is voltam itt először, 18-19, egy i3-as BMW-vel? Igen. Akkor még az volt, hogy ha hazállítok egy villanyautóval, akkor... Adli még azt mondta, hogy akkor agyon, mert azóta ő is olyannal járt. Hát, ja. Ő mivel jár? X3. Változik a világ. Ennyi, kérem szépen. Na, akkor kimondhatjuk, hogy megfertőztél minket. Tényleg. Most. Tehát akkor most a hithű nézőink lehet, is elpártolnak miattat. Lehet, hogy ezért utálunk. Tényleg. Megvan. De hogy egyszerűen jobban megéri, tehát ilyen átlag használatra nincs értelme a benzint. Figyelj, amikor beállok a benzinkútra, és csak azért, hogy A-ból B-be elmenjek, és töltöm a 30-40 ezer forintokat, vagy még akár többet is, az nem esik jól. Nekem nem mond, hát ugyanez. Én ezért váltottam, igen, hogy 300 ezeret elégettem havonta a olajcserékre, a fékcserék, fékbetétet is kellett, Jaguáron 16 literes fogyasztás, borzalmas sok pénz elment, értékvesztés, azt hagyjuk is. Bár most az elektromos autók is rendesen veszítik, igen, az értéküket. Igen, ez mondjuk határesetben. De ugye az van, hogy mindenki azt akart, hogy legyenek olcsó elektromos autók, most lesznek. Ezt is te intézted. Egyébként ugye, hogyha sok elektromos autó lesz a piacnak, akkor nyilván az ár is lefelé megy. Tehát, hogy minél több van, annál jobban jár. És a használt piacát hogy fogja érinteni, hiszen a nézők szerintem nagy többsége nem újat fog tudni venni, hanem maximum valami használtat. Hát én most nézegetem a Porsche Taycan mobile.de árakat, én beszéltük a Csabival, hogy 60 ezer euró egy Taycan. Mert ugye Németországos van egy kisebb válság, és az ilyen játszós autókat, amit mondjuk második, harmadik autóknak vettek, azt szépen adogatják el. Magyarországon meg ugye azért megy le a használt autóár, mert egyszerűen nincs pénzük az embereknek, még inkább nincs, mint mondjuk a németeknek, a duplán annyira nincsen, és az nyilván lefelé visz az árakat. Tehát most egy régebbi Teslát meg tudsz már venni 7-8 millió forintért. Oké, van benne 200 ezer kilométer. Ennyit arról, hogy nem lehet sokat menni az elektromos autókkal. Igen, az aksia tönkre megy. Igen, meg kigyullad, meg minden, persze. De például van Audi e-tron 55-12 millió forintért, a kis aksis, ami egy baromi jó autó, ha egy nagy SUV-t akarsz. Jaguar I-Pace 9 millió forint. Azért az elgondolkoztató. Ez abból kiindul, hogy reggel itt a műsor előtt teszteltük a CHR-t 18-ért. Hát igen. Hát de ez is annyi, ez is 18-20 millió, az is 18. Mennyi volt a 20 millió? 22 millió, igen. Tehát, hogy azért ezek nem kevés pénz, de a jó hír, hogy lefelé megy. És mernél használtat venni? Persze, miért ne. Szerintem még jobban is, mint belső égésűt olyan szempontból, hogy most az, hogy a motorját hogy tiporták, az annak kiesik. Az akkudegradációt meg tudod nézni, tehát fogod ráduksz egy Bluetooth telefont, és kb. Megmondja, hogy mennyi a degradáció. A Teslának a gyári appjában is látod akár, vagy fölteszel egy Tesla-appot, és konkrétan látod, hogy mondjuk mit tudom én, 100 000 km után 5%-kal kevesebbet tud hatótávra, kit érdekel. Na, ennyi beszélgetés után a néző 90%-át már elvesztettük, mert nem volt autózás, úgyhogy akkor beszélgessünk arról, hogy milyen Teslával fogunk kezdeni. Kedves János! Model 3 Highland, és így ez a
ebből nincs performance még, úgyhogy jelenleg ez a legerősebb. Na, tessék a szakértőt, ezért hívtuk, mert ő beszéljen az elektromos autókról. Ő beszéljen. Lóerő? Hát, figyelj, az van valami 470-90 lóerő. Segítek akkor szakértőként. Agyon fogja vágni a Nem, hát ugye hivatalos adat nincs. Hát ugye nem jó, tudjuk, hogy... egyébként az van, hogy ez ilyen, hogy melyik adatot nézed, hogy a tartósat, vagy a píket. Tehát, hogy ki, melyik gyártó mennyit csal. Most egyébként igazából ez csak 230 lóerő, az ugye 470-80-90, attól függ, melyik adatot nézzük. Nyomatékban is sokkal több, könnyebb is az autó, 130 kilóval, ez 2 tonna, az 1870, azt hiszem. Úgyhogy viszont, mint autó, szerintem a Hyundai azért sok mindenben jobb. Tehát, hogyha beleülsz mind a kettőbe, de van műszerfal, van indexkar, ugye, ilyen apróságok, amik nagyon zavar. De ez egy fontos lesz. De nem. Alapvetően igen, mindennapi használhatóságban. Igen, tehát hogy egyébként sok a Model 3 Highlandben mindent kijavítottak szinte, amit eddig így kifogásoltunk. De akkor miért került benne ez a hülye meg index megoldás, nem? Tehát ez a furcsa. Hát, hogy... mert hogy ugye Elon Musknak van ez a lövés, hogy akkor majd nem sokára jön az önvezetés, akkor minek ez a sok kar, meg hát gyártás árcsökkentés miatt spórolnak ilyesmiket. Ugye ezért de gondolom, nincsen ez műszerfals. Téged is bosszant, mikor... Nagy, figyelj, így. Most itt kérdeztem a tulajt, aki jött, ő mondta, hogy ő tökre megszokta, és igen, meg lehet szokni, de hogy mindig van az agyamban egy ilyen pici odafigyelést igényel, hogy akkor így át kell gondolni, hogy ez most akkor ez a gombos megoldás. Az izommemória az azért az ott ez nagyon könnyű van. Most tuning cégnek lenni. Index card. És ezt pont nem lehet belerakni. Őrület. Ez nincs még megoldásra. Viszont annyira bemutattuk, hogy nektek már csak a játék van. Rájöttem, hogy menni kell még vele? Menni kellene vele, mert eddig még nem volt mozgás. Várj, mert tippeljünk valami időket. Egyébként az Highlandesek lesznek az új BMW-sek, mert úgyse indexelnek, hogy nem tudja hol a... Hol a gomb? Játszod le? Volt egy Cybertruck videó, ezt ki is raktam sortba, nagy ott ment, és ellenkező irányba megy az index. Tehát, mert egy olyan könnyű félre nyomni. Tehát, hogy hát elfordítod a kormányt, akkor most hogy? Ja, nem, de egyébként egy jó autó. Tehát egyébként most már a Tesla szerintem 2018 óta hatalmasat fejlődött, és hogy mindig megkapom, hogy miért fikázom a Teslát, nem, mert nem azzal járok, nem, ez nem igaz. Csak voltak akkor hibái, akkoriban az volt a legjobb elektromos autó, most már ez az autó van, amiben jobb töltés, 800 volt, belső tér, stb. Viszont összességében a Model 3 Highland szerintem egy baromi jó autó lett. Ha meg tudod szokni azt, hogy nincs benne műszerfal, meg azért puritán, de összeszerelésileg zajszint is jobb, már ülések, ülésszellőztetés, tényleg egy komplett csomag. Egyébként, ha már tippelni akartok időre, akkor tudok segíteni, hogy a sima Model 3 47.088 volt, a Performance pedig 46.3, és volt még egy performanceunk, de az ugye a Tune az már 45.5, de azt ne nézzük. Az, tehát a 46.3, de igazából ez a 47.088. Hát akkor ezt, ez egy sima long range, ez mondjuk 48-49, ez meg 51-2, attól függ, mennyit driftelsz vele. Na jó, meglátjuk. Játék? Jani nyert. Én nyertem? Á, nem? De. Már lejátszottak. Akkor megyek én. Jó utat. Ott te rak ki a segít a Hyundai-nek, és jobban fog kinézni az összehasonlításban. Jó. Van egy kis szaga. Persze. Ez semmi. A Hyundai-jel egész nap toltuk a pályán, és nem is látszott. Jobb, mint új korában. Most lesz, mint a Form 1-ben is tudod, beleteztek egy-két melegítőkört, és igen, akkor így utána jobb. Olyan szilikonos, sajnos. Hazafelé úgy fog tapadni, öcsém, az autópályán. Mennyit tippeltek, mennyit fog menni? Én azt mondom, hogy 49.5. Igen. Én 48-at mernék mondani talán, de
sokára tud kigyorsítani szerintem a magasnyomás miatt, mert látszik, nekem az a furcsa, hogy sokat billeg az autó. Igen. Hát ez nem performance, ez nem. Ez laposabb. Na, ez nem lesz olyan nagyon nagy célos, szerintem se. Első ideje 49,6. Bár egy tizedet tényleg. Ó. Francban. Gyakoroljál még. Néha másodpercet most neked kell javítani egy tizedet, jó. Ezen szerintem fogsz tudni egy tizedet faragni. Konkrétan a Model S85-nek van 49,5-je, ennek 49,6-ja, és az X90 taxinak van 49,7-je. Tehát csak Teslák között van a villanyok között, és az i440 az is egy másfél tizeddel van mögötte. Ajjajjaj. De azért, de az 300 most tök őszintén a BMW kéne, tehát hogy kit érdekel az egy tized. Jaj. Én egyébként mindennapi használatban imádom, annyira jó autó. Igen. Meg vagy? Kicsit ilyen jajjogást hallottam, amikor kiszálltál. Melyik rész volt a jaj? A hajózás az egy jó sport, csak az a pályán. Hú, ezen nekem a gumikon úgy billeg, meg mindent csinál. De az egész autó mozgása olyan. Ilyen ekogumi, tehát ez eko. Nem erre igen, való. Meg valószínűleg azon, hogy nem performance, ilyen iszonyat lágyrugók vannak benne. Szerintem a magyar utakra tökéletes választás, mert kb. Szerintem mindent átmozog. Viszont az egész olyan, mintha így sose lennél az úton, hanem így össze-vissza liftezik. Hát ez nem is kedvet erre csinál, a párra van. Egyébként a performance az meg pont itt nagyon jó volt, de a való életben kicsit kemény. Kemény, igen. Model Y is nagyon kemény, ez szerintem pont jól van hangolva, és valószínűleg direkt lágyítottak rajta, mert az volt a visszajelzés, hogy legyen lágyabb. Az emberek ezt szeretik. Én is jobban szeretem a hajós autókat. Főleg így 50 után. Főleg, aki Magyarországon, hanem Magyarországon az utakon. Tehát az összes ilyen i7-es BMW-t imádtam, hajó, EQS, Mercedes, EQE, minden, ami ilyen nagy hajós. Egyébként ez is kicsit kemény nekem még. Majd itt a pályán nyilván túl lágy lesz. Főleg ezekkel a gumikkal, de... Nem csak ugye már mentünk sok, nem csak performance Teslával, és azokhoz képest is egy ilyen lágy ringatózós. Ez teljesen új autó, tehát itt ezt teljesen újra dolgozták, és egyébként szerintem jobb lett. Tehát mint autó, ugye mindennapokra szerintem jobb a pályán. Most egyébként egy tizedet tévedtem, tehát 49 felett csináltam. És ez 49,6. 49,6. De jó, ez reális. Rajt azért a 68 km per óra, az konkrétan hárommal lassabb csak, mint a múltkori adásban, mondjuk a Macan, azt hiszem 71-et gyorsult. Hát erős. Amíg előre kell menni, addig semmi probléma nincsen. Hát figyeljetek, ez 1900 kiló meg ezek. Nyilván, ez mindig nyilván ott a kanyarba szenved. Majd az i4-5 azt tetszeni fog, az 2200 kiló, de nem nagyon érezni rajta. Tehát őszintén szólva, tényleg amikor nagyon elfékeztem egy-egy kanyarba, akkor így persze éreztem, de egyébként annyira penge volt az autó. 21-es felniket ráraktak, meg hát nyilván adaptív rugózás, meg amit el tudsz képzelni. Brutál nyomatékelosztás. Az furcsa még benne, hogyha bármit csinálsz, ilyen nagyobb, akkor így belefékezget az autó. Visszafogja, igen, tehát megment. És ebben nem is lehet kikapcsolni. Nem. Ebben a kilen. Tehát, hogy kicsit furcsa még mindig az airspace programozása, de hát jó volt. Jó, de most olyan dolgot csinálnak az elektromos autó, mint az átlagember, mert soha az életben nem így fog. Van, hát sőt, az a baj, hogy mi minden autóval ezt csináljuk. Tehát most azért azt is nézzük meg, hogy abban az autóban is, meg ebben az autóban is 7,7 literes benzintank van, és másfél litert fogyasztanak. És az 490 ló, ez meg 230 ló, tehát hogy én mindig ezt pofázom, hogy így is nézzük néha, hogy persze értem, hogy oda tesszük az Audi RS3-at, csak az meg itt mennyit eszik egy verseny, tehát 40 liter? Ja, persze. Hát körülbelül. Ez meg most eszik 3 litert, mert most nyomod neki. Idefele megevett másfél litert. Nem tűnt gyorsan meg a Csabi, őszintén szólva. Az első kör ideje 49,93. 3 tizeddel lassan. Egy perc, 35,430. Megmondtam neki, hogy menjen már 49,5, mert annyit tippeltem, és akkor mekkora király lennék, de hát
Nyilván ez is veszít az erejéből. Az Ioniq az nem. 800 volt miatt annak mindegy. Aha. Taycan is ilyen. Tehát minden, ami 800 volt, azok bírják akár mindig is. Mi Balatonigen cross turizmóval mentetek? Igen. Az sem fogyott el, nem? Tehát nem, az nagyon jó bírtam. Ja. Az egyébként... És az még nem is az új Porsche Taycan. Az új, az szerintem brutális. Félelmes és fékben, mint mindenben is. Hogy... Hát azért az Porsche, az Porsche. Tehát, csak hát az ára. Az is kicsit az is Porsche. Egy pár tizedet kaptál, ha jól emlékszem, hármat így fejből. Nem volt nagy sztori. Nem. Ma van eseménytelen volt. Egyébként igen, az a baj egyébként, amikor megcsúszna véletlen egy kicsit a hátulja, akkor egyből beleszabályoz, és így kész, megáll az egész. És mondta az első, nem is kikapcsolható. Nem történik utána. Igen, biztonságos. Nagyon biztonságos. Szegény küzdködik az ellen, hogy itt legyen. Kb. Igen. Egyébként úgy egyenesben tök jó megy, biztos, hogy nem kéne erősebb, mert ez teljesen jó, kicsit feszesebb futóműve, meg mindennel. Ebből is lehetne egy sportverziót simán kiadni, hogyha... Jó, csak hogy nem kéne, hogy még 200 lóerővel több legyen. Mert igazándiból, ludicrous pled, akármi lesz. Igazándiból nem az a gyenge pontja, hanem az, hogy nem engedi játszani. De a hétköznapokban meg még sok is. Pici szünet, és már is jövünk vissza a Hyundai-jal. Progate Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. Na és akkor itt vagyunk újra, csak egy pár adatot a kocsiról, mert ugyan Csabival volt szerencsém már tesztelni az erősebbiket, de ez a gyengébbik és csak hátsókerekes, ugye? Csak hátsókerekes, úgyhogy nagyon mókás tud lenni a vezetése, főleg a fehér aszfalton, mivel hosszú autó, 228 lóerő, 350 Nm, 2 tonna. És hagyja csúszkálni a hátulját? Hát, ha kikapcsolod, akkor igen. Tehát kikapcsolod, és már rögtön. Na, lehet vele, igen, mert hosszú, de ugye driftelni nem tudsz vele, mert az gyenge, tehát az de nem elég a lóerő, de ilyen powder slide-on így lehet esik. Már nézzük most meg. A feladatot. Téli gumival. Fog meg a söröm. Figyelj, nem néznek ide a Hyundai-osok. Legyen megtekintés, és akkor belefér. Ők csak a nézettebb műsorokat. Hát úgyis nálad van. Hát. Nem azért, hanem hogy így Ibolyának nincs ideje nézni a ja. videókat. Átküldtenek az Ioniq-öt, és nem tudom, egy héttel később néztem. Ja, jó lett, köszi. János, te nyertél. Kimenjen. Melegíteni nem kell, maradjunk annyiba a téli gumit. És akkor. Menjél. Jó. Bemelegítem a téli gumit. Tükörtől kivoltunk azért feszülve a kamerástól. Nem jó. Semmilyen autóban nem jó. Az Audiban se volt jó, ebben se jó. Nem. A vezetés közben is zavart. Igen, mert nincs perspektívát. Hát nem csak az, hanem hogy megy egy folyamatos film, amit nem tudsz kikapcsolni. Igen. Meg volt, hogy ugye vezetsz, és egy sávot váltan, és belenézel a tükörbe, igen, nincs ott senki, nincs ott de semmi. Nincs, igen. Nincs tükör. Igen, persze. Én törtem így össze majdnem Audit. Nem Dubájban, csodálom. Vagy Abu Dhabiban, vagy hol, hogy így belenéztem a tükörbe, a teszti, és így olyan dudálás volt hátra, és hogy a csávó nem figyel, akkor ott leírjuk az E-tron 55-öt. Nem, az iszonyat. Jó van, úszik, na, mondhatjuk azt, hogy János. Hát az ennyi, tehát hogy ezt kell csinálni. Hát ez izgalmas lesz. Ha már nem gyors, akkor legyen fun. Figyelj, a thumbnailt már látom. Élményautó. Ez van. Jó vagyok. Nyilván a súly miatt küzdős tud lenni. Persze. Neked még jobb lesz, mert agyon fogja melegíteni a hátulját. Igen. Csak már teljesítményesen lesz. 800 volt bírja. Mi ez nem fogja bírja, az autó bírja. Mondja azt valaki, szépen. Hogy nem szórakoztató a villanyautó. Ennyi kérem szépen. Én mondtam. Ez ilyen. És kellemes éget gumiszag. Hát de így kell ezt csinálni. Tehát ha már... Nem a sok lóerő kell ezt csinálni. Tényleg így legyen jó érzés vezetni. Tehát a Tesla ezt pont nem tudja. A performance modell ezt tudja, de a Plaid ezt nem csinálja. Ezer lóerő ezt nem mered ott elkenni.
Te talán igen, de én biztos de nem. Nem jó, nem esett jól azzal. Túlerős, ez én félelmetes. Ugyanaz, mint az i5-ös BMW, féltem attól az autótól. És előtte ugye versenyben elmentem az i5-ennel, egy pillanatig nem féltem tőle, mert tudtam, hogy ott az a futómű, ott a torque vectoring, ami arra van, hogy megoldja a kanyart. Igen. Megmutatta, hogy tud viszonylag kultúrátan is fog fordulni. Nem, hát de nem véletlen az egyik legjobb élmény autó egy MX-5-ös Mazda, ja, ami ja. Nem azért, mert... Nem annyira erős, de nulla súly, és letűz a földön. Igen. Abból csináljuk elektromost. 53,64. Kellően mellékes. 1 per 40,447-es. Járt, akkor az 51-jel eléggé alá lőttem, de figyelj, hát nem a köridőre ment. Egy e-golf-fal így is majdnem megátmegy, és a 135 lovas Zoe-t azt meg megveri féllel. Jó, hát az nem nehéz. Megpróbálunk egy normális... Ne! Dehogy is, ne. Csabi. Hát minek téli gumin? Bírja ez, semmi, nem is látszik rajta. Bírja ez! Hankook, jó ez. Hankook tire! Ezt kiszámlázzuk, nem? Bármit csinálsz, megy a hátulja. Jó. Utána már csak gázzal lehet. Ebből kéne egy hátsó kerekes, 400 lovas. Ez kész. De az nincs. De hát az tehát avval egy helybe forognál folyton. Hát várja. Ebből jön az N-es verzió, csak igen. Mondom. Igen. Tehát az összkerekes lesz, 650 ló, ugye már tudjuk, igen. A Ioniq 5N-ből, hogy ugyanaz a hajtáslánc van. Tehát ebből az N-es verzió, az itt fogtok vigyorogni. Lesz benne, ott lesz igen, benne váltó hang, minden. De jó, hogy nem, de fán volt. Meg ugye azt mondtam is, hogy azért nagy driftet nem enged. Hát, de. Ugye bármit lehetne, az tényleg az a furcsa, hogy mindenkit arra kérnék, ha vesz ilyet, az ESP, ne kapcsolja ki. Tehát, hogy ahogy gázelvétel volt, már úszott. Tehát nem úgy indultam neki, hogy én szénnél fogom driftelni. Tartjon van az első gombot. Meg bekapcsoltam My Mode-ra. És akkor DSC off, ezt meg. Jó. Tehát, hogy ott a sikámban, ahogy fékezel és gázelvésztel van, még azért úgy elhúzza a hátulját. Tehát nem csinálsz semmit, és már... Ez a tengelytávja miatt van, persze. Borzadály, de hogy amúgy meg... Tehát az a vicces benne, hogy amúgy meg nagyon jól irányítható. Tehát hiába egy akármekkora szöget csúszott, pillanatok alatt visszaszedett belőle. Tehát nagyon jó futómű van alattam, mert hogy tudod kontrollálni minden helyzetben. Jó fék is van rajta viszonylag, tehát nem melegszik el. Hát a kórhelyek egyébként egyre jobbak. Nem akarom mondani, hogy mennyivel rövidebbet fékeztem, mint a sportfékes TTR-es. Tehát, hogy nagyon összemarak, vagy csak ez tényleg meglepő volt, hogy gázelvétel is úszik a segge. Valószínűleg az is, hogy az a téli gumi ebben a melegben meg már. Erős a visszatöltés. Igen, nagyon és az pont annyit meg fogja neked, hogy megmutatja. Bemegyek szépen a sikámba, nem csinálok semmit, és ahogy elvettem, ott a harmadik kanyarban, ott már láttuk, hogy igen. Hasonlóan sztorisztál. Hát az ott végigment egy. Azt is hallottuk, igen. Azt nem láttuk, csak a csikorgást hallottuk végig. Ugye én csak véletlenül jöttem rá erre, hogy ez ilyen tud, mert a fehér aszfalton ott így meglepő szokott lenni, de ja, lehet vele igazán élvezeteset autózni. Ugye erő az nincsen benne, tehát azt látni kell, hogy ez nem egy erős autó, de... Legyünk hogy is feltétlenül arról kell szóljon. Igen, amúgy meg olyan erős, hogy szerintem pont ez az erő kell. Ha, így van. Nem kell több. Az átlag embernek még ennyi se kell. Így is megy, mint a Bolondóra. A kórai Porsche, hölgyeim, és uraim. Tudod, mi a vicc, hogy ez az! Nagyon kultúráltan próbál közlekedni. Hát, igen, itt mondom, a keresztbe raktam. Néha így befele menet is így elúszgat. Tehát, hogy nem is akarsz gázt adni, akkor is. Szóval az a vicc, hogy a i4-ben is nem az M50 tetszett. Ez nem, hanem az M50-es semmi értelme van. Tehát, hogy és jobb volt vezetni is. Azzal, persze. Ezek az összkerekes autók már az a baj, annyira stabilak és annyira nem fán, hogy megoldja ugye a négykerék hajtással. Igen. Ha elcseszed, padlógáz, visszahúzza a négykerék, megoldja. A hátsó kerekes azért az... Na, nekem is volt ott egy. Ez hagyja. Ott mennek el a másodpercet, a kitérnek el. Hát ott is most már úsztatta. Úgy látom, hogy az első kört vette csak komolyan. Igen. Azt a ennyi kérem. Így kell szórakozni villanyautóval, ennyi. Gyerekek. Na azért mosolyogtak ti is, látom. Hogyne. És kérdezted tőlem, hogy miért hozd el, ezért. Jó, igaz. De egyébként holnap után kerül csak fel a nyárgi, úgyhogy ez így most pont jó. Szerintem. Mindegy. Figyelj, jobbat ment elsőre, na. 1 per 39,994-es.
Gyerekek, az MG4-nél így 4 tizeddel ment csak lassabbat, és ugye az, azt hiszem az nyári gumim volt, igen. És az a 204 ló. És aki téli nyári gumi, az kb. 2 az MG4-től a külföldi szaksajtó is, mert nagyon sokan el voltak állulva, én annyira nem. A Cupra Born, a Cupra Bornt így megverte már 8 tizeddel. Pedig az egy sportod, mi volt a meglepő, hogy volt egy rendezvényünk a Balatonparkon, ami nem tudom milyen, idejére kitalálták, hogy a felvezetve kell vinni emberkéket, és mindenféle elektromos csoda is volt. És ami a legjobban bírta a pályázást, az az MG4. Hmm. És sokan bele se akartak ülni, néha én vezettem fel vele, és nem tudtak mögötte jönni, és tartósan bírta. Hmm. Tehát, hogy tök furcsa, szerintem szoftveresen meg ilyen bajon hát, vannak. Hát, nincs kész, igen. Nagyon-nagyon szép. Nagyon-nagyon kultúráltan mentél, és több mint egy másodperce jobb is az első kör. A második kör az meg már olyan lazulós volt. Így egyébként meglepően jó az eredmény, mert 42-0 környékével, 52-0, bocsánat. Nem, 52-0 környékével például Cupra Bort megver, de azt beszélgették a fiúk pont, hogy egy minimálisan kap ki egy MG4-től, úgyhogy azokon nyári gumi volt. Azért az simán. Az élvezeti faktor az megvolt? Mosoly megvolt? Tök jó. Igen, egyébként nagyon vicces. Kábelfotóz lesz. Hogy mondod? Kábelfotóz lesz. Az a lényeg. Az a lényeg, úgyhogy nem, egyébként élvezetes, hát nem gyors, de játékos, úgyhogy ugye a hosszú tengelytáv miatt mindenre ráérsz reagálni. Szóval a Teslából nem így szálltatok ki. Ugye? Nem. De nem. Ez a baj a Tesla, hogy nagyon, nagyon jó autó, de nagyon steril, és így, hogyha arra kell, hogy biztonságos legyen meg, arra tök jó a Tesla, hogyha fán kell, akkor azért vannak más opciók, i4-es ez. Egyébként szerintetek mennyit lehetne, mennyit tudna ez az autó nyári gumival, ha nem driftelsz, tehát hogy normálisan mész, hogy ilyen 50-51 között? Talán 50 alá be lehet egy jó tapadású, nem ilyen nagyon eko gumival. Visszajövök vele májusba, és csak úgy jászforfán megyünk. Nézzük meg. Jó. Fönn lesz hónap után a nyár, és akkor már... Köszönjük, András, hogy hoztad, nektek is, srácok, nektek pedig a figyelmet. Kövessetek bennünket Insta, YouTube, Facebook, jövő héten is természetesen lesz Laptiming, addig is sziasztok. Hello, üdv mindenkinek, itt vagyunk újra a Laptiminggal, ahogy láthatjátok, egy autó van mellettünk, viszont az egy autó az oda fog csapni elég komolyan. M3 CS, amit majd be fogunk mutatni természetesen, már is kezdjük. Progén Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Laptiming adásokról sem.